Sokkal felszabadultabb vagyok egy karakterben, bármilyen karakterben, mint dobókataként egy kamera előtt. Mi még így hosszan soha nem beszélgettünk. Egy csomószor találkoztunk, meg mindig ilyen hello. De ez olyan érdekes, hogy mindig volt ilyen hello-hello. Amikor ilyen ismert emberek, akik tudod, így követik egymást, látják, igen, hogy mi történik a másikkal, hogy valahogy mégiscsak az embernek még van egy olyan érzés, hogy dehogy nem ismerjük egymást, miközben nem ültünk még sose le. Amikor nagyon fiatalok voltunk, mert mi nagyjából egyidősek vagyunk, akkor... fiatalok vagyunk. Most nagyon, még ennél, szinte még gyermekek, akkor úgy mondom, akkor nekem te voltál az első ilyen olyan híres ember, mert hogy én sokkal később kezdtem el a tévében dolgozni, aki olyan igazi, olyan nagyon menő volt. Képzeld el, hogy amikor először láttalak reklámban, meg a Look of the Year, emlékszel még? Hogyne. Ez egy modellverseny volt, nem szépségverseny, mert a szépségverseny azon alantas volt ehhez képest, mert itt profi modelleket kerestek, és így emlékszem, hogy volt egy ilyen kis filmed, még arra is tisztán, a Roxette-nek a Look című zenéjére jöttetek, mentetek, és ültem a tévét, néztem, és úristen! És az, hogy ráadásul így amikor így vörös lett a hajad, vagy ilyen nagyon, ez nekem mindig ilyen álmom volt, és akkor arra gondoltam, hogy igazából ő a menő csaj. Hát én soha életemben nem éreztem magam menőnek, ez nagyon érdekes, de hát mindegy. De mondom, szerintem 17 lehettél, vagy 18 lehettél? 19 szerintem, 19, igen. Már a gimnázium után volt ez, és gyakorlatilag az indított el engem mindenen, mert... De ugye akkor jól emlékszem, hogy az a Look of the Year volt a... Abszolút, de nem abba az irányba, tök érdekes, mert a Kapitány Iván fotózott ott, úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen előtte, verseny előtt egy ilyen táborban voltak a lányok, ahogy talán most is vannak, vagy nem tudom. Nagyon komolyan vették ezt, tehát, hogy jött mozgástanár, hát a legjobb fotósok Iván, voltak, meg a fodrászok, meg hogyan nem kell meg pózolni, stb. Tehát, hogy ez egy ilyen komplex, valóban ez nem egy szépségkirályi választás, hanem egy modellverseny. És a legjobb szakemberek foglalkoztak velünk. És akkor én nem is tudom, én nem nagyon akartam modell lenni, meg azt is tudtam, hogy az én magasságommal nem sokra megyek. Jó, de manőkkelnek, két moszt is száll. Ugye ez is hangzik mindig minden, hogy két moszt is 173 centi, és na bum. Nem tudom, de ő az egyetlen szerintem. Tehát, jó, de vele tök jól lehet példálozni. Elkezdjék közben szerinted? Aha. Vagy hogy van ilyenkor? Hogy miért a Palvin Barbie sem langaléta? Jaj, de szép az a lány. Jó, de hát ő sem még messzelő, és mégis azért mondhatjuk elég, egész jól elboldogul. Egész jól, de hát gyönyörű. Szóval közben azért mondom, tehát igen. Mindenképpen... szoktam használni krémet mielőtt, mindig. Naponta legalább háromszor, és mindig másfajta. Estére egy kicsit heavy-bet, sőt, ilyenkor télen olajat szoktam este föltenni, mert azt nagyon-nagyon szeretem, és úgy beszívja a bőröm, hogy csak na. Úgyhogy igen, és akkor utána egy kicsit meglocsolom a permettel is, hogy jobban beszívódjon. Ez eddig szívemnek múzsika. Évszakváltás, rutinváltás, olaj, ősszel, télen, tök jó, adsz permet, igen. Az történt, hogy az Ivánék felhívtak engem rá egy fél évre, vagy valahogy pár hónapra rá, hogy egy válogatásra, hogy menjek el. Mondom, persze, szuper, vittem a kis modellkönyvemet. Kiderült, amikor odaértem, hogy ez egy tévésorozatnak a válogatása. Azért ezt még nem vállaltam föl soha a sminktelen arcomat, tehát már hogy így alapozó nélkül, meg minden nélkül. Nem láttam olyan markáns különbséget, úgyhogy... Szóval nagyon megdöbbentem, mert egy színész castingra kerültem. És akkor mondták, hogy ha már ott vagyok, akkor én nem próbálom meg. Odaadták a lapokat, amin ugye a szerep volt, hogy picit így tanulmányoztam, és akkor behívtak itt a negyed óra múlva. Az esélytének teljes nyugalmával csináltam végig, mert mondom, hát ez semmi keresni valami, tehát tök rossz helyen vagyok. Megkaptam a szerepet.
És gyakorlatilag ez volt a főiskolai felvételén is. Már úgy értem, hogy nem, nyilván arra már nagyon-nagyon-nagyon felkészültem. Átkerültem el, bekerültem a Földesi Margithoz. Ez az Éretlenek című sorozat volt egyébként, amit megkaptam. Ott Gárdos Péter a rendező, a második széria rendezője, mert az elsőt Szurdi Miki csinálta, úgy gondolta, hogy azért van egy-két embernek még van mit csiszolnia így a színészetén, hogy finomak legyünk, és elküldött Földesi Margithoz. És Margit elkezdte nekem mondani, egy kicsit már túlkoros voltam, 19-20, a főiskolához. Nagyon sok ember, ők talán a szerencsésebbek, hamar el tudják dönteni egész fiatalon, akár hogyha dráma, gimnáziumba járnak, vagy hasonlót. Hát ezt jó, mi hamarabb eldönteni, hogy színész akarsz lenni, ez a lényeg. És addig-addig mondta, én annyira nem szeretem a kudarc helyzeteket, azért, és választok egy ilyen hivatást, ami tele van kudarccal. Nyilván az élet más területein is, másoknak is, de azért itt nagyon sok elutasítás van. Egy-egy casting, vagy nem tudom, ilyesmi, hogy nem téged választanak. És akkor azt azért az ember ez nem mindig úgy egy ilyen, mert azt mondod, hogy nem úgy mentél oda a legelején, hogy te az esélytelenek nyugalmával. Hogy amikor az ember elmegy egy castingra, akkor az mindig olyan, mint a matek dolgozat, amire azt érzed, hogy jól sikerült, és szeretnéd hamar megkapni, mert tudod, hogy ötös, vagy tudod, hogy egyes, vagy... Hát minden casting más, és ez függ a szereptől is, hogy az mennyire talál el téged, mennyire vagy benne otthonos, vagy mennyire kell nagyon a komfortzónádon vagy mennyire akarod lenni, vagy mennyire akarod, persze az is, kik ülnek veled szemben, nem mindig a rendező, és akkor az mindig az egy ilyen fura helyzet, hogy végül is hát csak a rendező tudja, hogy mi az, amit látni szeretne tőlem. De amióta rendezek is, azóta egészen másképp élem meg a castingokat, mert például az én castingjaimon csak tehetséges emberek voltak, tehát hogy, és nem tudtam mindegyiket beletenni a filmbe, hanem az van, hogy akire a legjobban passzol egyrészt a szerep, vagy bizonyos kémiának egy másik emberrel meg kell lenni. Ez nem feltétlenül mindig női-férfi kémia, hanem egyáltalán. Én igyekeztem mindenkit visszahívni, akit többször behívtunk, én személyesen. De te már tudtad, hogy hogy akarsz rendezőként viselkedni, mert hogy nyilván van egy csomó tapasztalatod, jó és rossz azzal kapcsolatban, hogy persze el lehet utasítani az ember, de azt is lehet sokféleképpen, gondolom. Vagy nem tudom, hogy ebbe lehet-e jól vagy én rosszul. Én szerintem mindig nagyon fontos, hogy valami, szóval az őszinteség. Abból tanul mindenki. Az nem azt jelenti, hogy nem vagy jó. De térjünk vissza inkább az én ottani. Amerikában nagyon-nagyon sok ilyen helyzetben voltam, nagyon sok castingon. Nagyon sok energiát pakol bele az ember általában. Nagyon felkészül. Ott kint még dialektus tanárhoz is sokszor elmentem, vagy akár a színész tanáromhoz, hogy... Ilyenkor egy castingra nyilván a szereptől is függ, de hogy mész el? Tehát a külsődet hogy készített fel? Van erre szükség? Vagy úgy is látják, hogy mit lehet belőle kihozni, úgy is tudják, hogy majd még itt lesz smink, vagy azért így mégiscsak megpróbálsz már natúran is nagyon jó benyomást tenni. Tehát a külsőségeket az kell, meg egyáltalán hogy tudod? Igen, kell. Igen? Igen, mert ez azt jelenti, hogy van gondolatod a karakterről. Aha, mert ugye a modelleknél az van, hogy oda mennek minden nélkül, mert úgy is látják rajtuk, hogy mit lehet ebből, meg úgy is valami teljesen más fog történni. De akkor ezek szerint nálatok ez... Ez egyfajta tudatosság, vagy egyfajta ilyen, tehát hogy a rendező felé, vagy a casting direktor felé, aki ott van a szobában, hát nyilván egy idő után a rendező is látja ugye a felvett anyagot egyszer csak, de hogy viszel már egy gondolatiságot arról, hogy neked mi a véleményed erről a karakterről. Például te most tök másképp vagy felöltözöm, mint én. Minden casting más, és mindig akkor derül ki igazából egyébként, amikor belépsz az ajtón, hogy milyen a hangulat. Van, ahol barátságos, van, ahol kevésbé, az engem mindig megrettent, van, akkor nem tudok. Én nagyon szeretek dolgozni, akár egy castingon is, hogy akkor beszélgessünk, hogy akkor te így gondolod, egyébként az is kiderül egy castingon, hogy mennyire lehet a színészt instruálni, hogy jön ki a rendezővel, hogy hogyan veszi a, tehát hogy értik-e egymás nyelvét. Mennyire kiszolgáltatott
egy ilyen helyzet? Mert nyilván, mint színész, mindenképpen, mert vagy megkapod a szerepet, eldöntik, lehet, hogy rosszul döntenek, lehet, hogy rossz napod van, lehet, hogy olyan dönt, akinek nincs jó nap, tehát egy csomó minden nem múlik. De az, hogy te nőként odaállsz, ilyen állapotban vagy, olyan állapotban vagy, aludtál, nem aludtál, fáj valamit, nem fáj valamit, szakítottál, nem szakítottál, azért mégiscsak így ott állsz a magad valójában, és azért az olyan, nekem olyan félelmetesnek tűnik. Nagyon érdekes, mert ez a szituáció, vagy ezek a dolgok, amiket most mondasz, ez nap mint nap, ez nem válogatástól függ, hanem, tehát ez biztos te is tapasztalod, hogy azért óriás hullámvölgyeken megyünk mi is keresztül, ugyanakkor közben csinálnunk kell a szakmánkat nap mint nap, akár nekem kiállni emberek elé, mint például ma játszani, kit érdekel, hogy milyen napom volt. Funkcionálni egyáltalán. Igen, de egy castingon döntenek róla. Tehát, hogy persze... Megítéltetsz? Igen, szóval, hogy oké, hogy játszol ma este egy darabban, és hogyha kicsit rosszabb napod van, azt se veszik észre, mert színésznő vagy, és profi vagy. Persze, ez igen. De ugye amikor odamész, és így végignéznek rajtad, végigmérnek. A színpadon nem mérnek végig, hanem az a karaktered, és nézik, hogy mi történik éppen a cselekmény a színpadon. De az, hogy odaállni így egy szem emberként, egy csajként, az nekem olyan, annyira ijesztőnek tűnik. Nem tudom. Nem? Az ember hozzá tud ezt szokni. Igazából a külső, tehát ezzel kevésbé foglalkoztam, mint azzal, hogy vajon megtalálom-e a karaktert, vagy az-e, amit ők keresnek. Nem vagy hiú annyira? Egy színésznő hiú. Egy színésznőnek hiúnak kell lenni, nem? Ez de érdekes kérdés. Azt hiszem, nem. Nem? Nem, azt hiszem, nem. De a bajok majd most kezdődnek, úgyhogy térjünk erre vissza 10 év múlva. Ezt akartam kérdezni, hogy mennyire vagyok hiú. Ezt akartam kérdezni, hogy igen, lehet, hogy ez nem egy olyan kérdés, ami mondjuk felmerült az életedben, szép vagy, vámpír fiatal vagy. Vámpírlánynak szoktak hívni általában, mert egy szemráncom nincs. Ami tényleg hihetetlen, nem mondjuk ki a korunkat, de hogy nem kellett még ezzel nagyon foglalkoznom, hál' Istennek. Mondjuk az biztos, hogy nagyon odafigyelek, tehát hogy... Te nagyobb, sokkal nagyobb bőrápoló vagy, ugye, mint sminkelő? Igen. Tehát, hogy neked a bőrápolás inkább igen. A... Nyáron is nagyon fontos, nekem volt bőrrák. Gyönyörű a bőröd. Bőrrákos a családban, úgyhogy nagyon fontos a fényvédelem, mert rizikófaktorba tartozom a bőröm színe miatt és a szemem színe miatt, a családban történtek miatt. Úgyhogy arra például tényleg nagyon odafigyelek, és megőrít, amikor az emberek arról beszélnek, hogy kidobtam magam az ére, tudod, két órára, meg megyek a Szoliba, mondom, milyen Szoliba? Szoliba nem jár már senki, Szoliba jár, annyira ciki. És különben béna. Is szerintem ez a bőrszín, szerintem, na mindegy. És ráadásul, igen, a korral előre haladva, ebből sosem elég, úgyhogy még egy kicsit. Mintha magamat látnám. A bőrápolás az neked mindig fontos volt? Nekem kézzed, hogy volt egy sminkesem, a Gera Panni. Hát. Mindannyiunk Gera Pannia, igen. És ő szerencsére, hogy nagyon korán összehozott vele az élet vagy a sors, hogy ő kezdte el nekem mondani a 20-as éveim elején, hogy szemránckrém. De mondom, minek? Azt mondja, hogy mert amikor már van, akkor már hiába. És én nem tudom, hogy azért-e nyilván. De sokszor volt olyan a Pannival, hogy... Hihetetlen, amikor apukám meghalt, akkor körülbelül itt a homlokomnak ettől a részétől, így idáig, így hámlott az egész fejem. Nem tudom jobban elmondani, és nem tudtam rendesen sminkelni, sem meg semmi. Érdekes dolgokat tud a szervezet produkálni, nem? És persze voltam bőrgyógyásznál, nem tudom, szteroidos krém. Nem térek ki erre. És nem szerettem volna, mert nem tudtam, hogy annak így van-e vége, tehát hogyha azt elkezdem. És akkor a Panni akkor nagyon benne volt ezekben a Schüssler show-ban, nagyon tudta, hogy melyik szám, mennyit kell bevenni. Ötöt öt perc múlva, tízet a másikból, nem tudom, és gyakorlatilag elmúlt. És akkor mondtam, figyelj ide, Panni, hogyha te azt mondod nekem, hogy valamire hipót igyak, mert az, akkor esküszöm neked, hogy én hipót iszom, mert te egy csodanő vagy. Szóval, hogy ő nagyon, igen, és ő volt az, aki azt mondta, hogy
Két dologra figyeljél oda nagyon, az egyik a bőröd, hogy mit viszel föl rá, mit teszel rá, ez akár legyen a krém, de akár az alapozó is. Uh-huh. Tehát, hogy ezek ami a ruhát veheted bárhol, egyébként igen. is másfél év múlva meg fogod unni. Nyilván vannak sikerdarabok, amik hosszabb ideig, és akkor azokat talán egy márkásabb helyen veszed meg, de ezen nem szabad spórolni, hogy ami a bőrödet éri. Úgyhogy ez gyakorlatilag 20 éves korom óta így állok hozzá, és nagyon szerencsés vagyok, mert hogy ezt meg is tudtam tenni mindig, hogy a lehető legjobb krémeket, alapozókat használtam, a másik pedig a napszemüveg. Mert ezek az olcsóbb napszemüveg, ezek szét kitágítják a pupillát, tehát még több UV-fény jut be. Úgyhogy hát ilyen okosságokat mondatlan lopanni, de tényleg azok egyébként. Mennyi időt töltesz magaddal általában, most nem napra lebontva nyilván, de azzal, hogy milyen állapotban vagy, tudom, hogy jogázol, tudom, hogy sportolsz, láttam azt, hogy milyen kis ruhákban gyakorlatilag 20 éves az alakod, tehát egészen elképesztően jól néztél ki a táncos műsorban is, ahol egy ruhának alig nevezhető kis rongyocskákba csavartak téged. Nem, azért volt rajta. Jó, most nem a ruhákat minősítem, hanem a méretüket, tehát viszonylag picik voltak. De tudom, hogy nagyon sokat foglalkozol magaddal, az egészségeddel, vagy legalábbis azzal, hogy jó állapotban legyél. Ez sok szempontból fontos nekem, mert egyrészt az érzés, amit az ember utána érez, az nagyon jó. Nagyon szeretek közben is lenni. Most a jogáról beszélünk, vagy általában a általában mozgásról? Általában a mozgásról, igen. Mit sportolsz igen. még, miket mozogsz? Hát ez a pandémia azért eléggé felborította ezt is. Mert ugye bezártak a konditermek. Úgyhogy otthon jogáztam sokat, de az nem ugyanaz, tehát hogy kell a csoportos óra, meg az erőnléti edzés, stb. De mondjuk ahhoz, hogy így az ember épésszel kibírja, az jó volt azért, hogy tudtam jogázni. Most a táncos műsor előtt elhatároztam, hogy formába hozom magam, ugyan tudtam, hogy nem pont... Tehát, hogy más izomzatokat is igénybe fogok venni, mint mondjuk az edzésen, olyanokat, amiről nem is tudtam, hogy majd létezni fog, és valóban. Minden volt, figyelj, innentől ideig voltam betépezve, bordaközi izomgyulladás, szóval, hogy na ez. De tök jó, mert 2,5 hónappal előtte elkezdtem járni személyedzőhöz, és ez nagyon... De felkészítetted a tested arra, hogy igen, nagyon átalakított, nagyon erősítettem magam fizikálisan, hogy... De kellett, nem? Én szerintem nagyon jól csináltam. Én szerintem, hogyha egyszer csak elkezdek sokszerűen, tehát hogy sokkolom a szervezetemet ezzel a töménytelen mennyiségű táncórával... Igen, meg ez egy másfajta mozgás, szóval, hogy napi 4-5 órát csinálni valami teljesen igen. mást, az... Úgyhogy ez volt az oka, hogy ezt elkezdtem, és most nem régestem ki, most még egy kicsit nyalogatom a sebeimet, és... Fogsz táncolni? Pihengetek. Még erre se tudok válaszolni, mert most nagyon sok volt. Jó, de közben meg elsajátítottál valamit, meg lett egy új tudásod, ami szerintem annyira... Tehát tánc, ha valaki jól táncol és tud táncolni, az szerintem egy annyira klassz dolog lehet, nagyon klassz dolog. Hogy azt így nem engeded el utána, vagy legalábbis én biztos nem tudnám elengedni, hogyha így táncolnék. A standard táncok azok nagyon-nagyon bejöttek nekem, az igazság. Tehát, hogy a tangó, keringő, slow fox ezek. A latin az kevésbé az én vérmérsékletemhez, az például az Andinak nagyon jól áll. Neki mondjuk minden jól áll. Úgyhogy nem tudom, majd meglátjuk. A igazad van, kár lenne. De miért mi a te vérmérsékleted? Majd. Az én vérmérsékletem? Hát én nagyon visszafogott, introvertált ember vagyok, aki nem szeretem nagyon tehát magamat. Tehát nem szamba királynő? Nem vagyok szamba királynő. Nem. Igazság szerint egyébként a második táncunknál szalszánál. Közben pedig ilyen vibráló vagy. Én nem töltöttem még veled ennyi időt, nem így, hogy ilyen csönd van körülöttünk, meg az, hogy csak rád figyelek, de amióta ülsz, itt ülsz, azt érzem, hogy így annyira vibrálsz, meg annyira, mintha lenne még valami így belül így. Igen? Igen. Lerakod, kinyitod, becsukod, visszanyitod, ugyanazt kinyitod, átrakod, mozogsz, csinálsz valamit.
Igen, szóval nem vagy egy ilyen messziről ilyen kicsit hűvös, lassú, de ez valószínűleg a színeidnek is köszönhető, ez általában a kék... Hányszor hallom ezt, de te is biztos... Én sajnán ezt hallom, ez a kék szemednek köszönhető, a világos bőrödnek, ez a skandináv típus eleve egy kicsit ilyen jegesnek tűnik, pláne tévén keresztül, de hogy így rendesen így fortyogsz. És szerinted nekem ez fura. Nekem fura, mert nem töltöttem még veled ennyi időt, de most így érzékelem már, amióta itt ülsz. És szerinted egyébként a műsorral, mert ugye itt azért nagy dózisban kapják az emberek az ismert embereket, a kis filmekkel együtt, ugye meg a reakciókkal, a zsűri véleményére, vagy a pontszámokra. Tehát, hogy ott azért úgy kvázi majdnem mint egy ilyen reality műsor. Tehát, hogy azért meg máshogy viselkednek. Tehát, hogy mindenki egy kicsit jobban kinyílik talán, vagy a saját személyisége jobban kijön. Hát, meg komfortzónán kívül vagy. De hogy szerinted sikerült például nekem formálni a véleményt magamról? Mert nekem ez volt egy picit a célom. Tudod, mi az érdekes? Hogy szerintem neked nem ezek, vagy neked nem ez, hanem amikor általában interjút adsz. Nagyon kevés interjút adsz, és szerintem most sokat, mielőtt jöttél, nyilván néztem egy csomó mindent, meghallgattam. Neked tök jó, amikor csak úgy beszélsz. Aha. Tehát amikor több idő van. Igen, amikor van idő. Igen. Szerintem neked az a jó. Neked abból egy ilyen reggeli műsor. Igen, neked abból kéne több, mert ilyen nagyon összeszedett vagy, elmondod, rövid vagy, tényszerű, és amikor az ember tényszerű, akkor ilyen kicsit ilyen tényleg ez, hogy olyan kis hideg. Sokkal felszabadultabb vagyok egy karakterben, bármilyen karakterben, mint dobókataként egy kamera előtt. Na, de akkor ez az introvertáltság, ez látom, hogy a magánéletedet nem rakod ki, látom, hogy ilyen nagyon, nagyon szép egyensúlyt tartasz a socialben, látom azt, hogy a családodat, a kislányodat hogy véded, hogy vigyázod, szóval én ezt látom, de hogy közben színésznő vagy, aki ott van a tévében is, aki kereskedelmi tévés műsorokban van, aki ezeket elvállalja. Hát aztán sok vagy... ilyet nem vállaltam el, de erre nem tudtam nemet mondani, annyira szerettem volna. De mit, táncolni? Kipróbálni, igen. Hogy egyáltalán tudok-e, és azt hiszem, hogy hogy nem? Hát akkor kiesek az elején. Na, akartál jól szerepelni, vagy izgultál? Nagyon. Vagy igen? Mm-hmm. Nagyon. De mi miatt, hogy cikkie kiesni elsőnek, vagy nem tudom, ilyenek vannak? Nem, ilyen nem volt. Színésznőként is olyan érdekes, hogy mind a mai napig, egyrészt majdnem mindannyian szerintem álmodunk olyannal színészként, hogy tudod, hogy 5 perc múlva be kell menni a színpadra, és egyáltalán fogalmad nincs a szövegről. Szóval ez egy ilyen szörnyű álom, tényleg szörnyű. Nem fordult elő sokszor életemben, hogy elment volna a szöveg a színpadon, de amikor igen, akkor én az a típus vagyok, aki egyáltalán nem hallom meg a súgót. Tehát, hogy lejön egy ilyen izé, már az utolsó sorba is hallja a néző, hogy mit kéne nekem ott fönnmondani, de én nem. Tehát, hogy annyira leblokkolok. És egy picit féltem ettől ebben a műsorban, hogy azért ez egy élő adás. Ráadásul nem is azt csinálom, amihez értek. Nagyon kevés idő volt már egy bizonyos hét után arra, hogy a koreográfiákat, tehát hogy nem lesz organikusan a tied még, hanem folyamatosan megy a fejedbe, azt se tudtam sokszor, hogy melyik a jobb és a bal lábam, de konkrétan, tehát hogy sokszor tényleg, Gyuri 2 perc, de a jobb, de ez a jó, ja nem, jó, úristen, szóval, hogy attól féltem, hogy ha elmegy a koreó az élő adás közben, soha nem kerülök vissza. Szóval, mint a szöveg? Igen, hogy elfelejted? Igen. Hogy onnantól kezdve már csak így rángatni tud, mint egy ilyen hülye babát. Jó, ilyen kis vékony vagy, szóval téged így azért el lehet rángatni. Ettől ez volt az egyik legnagyobb félelmem, hogy ne tudjam ma visszaadni azt, amit a próbákon olyan szépen megcsináltunk. A próbákat nagyon-nagyon élveztem. Felszabadult voltam. Ez blokkolt egy kicsit abban, hogy a szombatokat, de egyébként hétről hétre egyre jobb lettem, és nyilván amelyik tánc egy picit közelebb volt hozzám, mint mondjuk a Vécsi Keringő, ami a színházról is szólt, egy kicsit arról, hogy mi történt az elmúlt 1,5-2 évben velünk, művészekkel, hogy vissza kellett fognunk magunkat, hogy magányosak voltunk a nézők nélkül. Ott például egyáltalán nem féltem, mert egy kicsit kombinálni kellett ugye az én valóságos életemmel, a színházzal, meg a színészettel. Szépen sminkelsz egyébként. Tényleg? Aha. Ezt az egyfajtát tudom. Jó,
jó, de legalább ezt tudod. Milyen fura, hogy lila. Azt hittem, hogy szürkét vagy barnát fogsz csinálni. Nekem most ez a sláger, de most már jó pár hónapja. Ez nagy lútribot, mert ezt ma vettem ezt a spirált, hogy vajon milyen lesz. Sok cuccod van? Sok smink cuccod? Hát ennyi, ebbe belefér. És sok krémed? Az nagyon sok. Igen, az nagyon sok van. Na, én szempillát nem tudok úgy feltenni, hogy ne kenjem össze a környezetét. De ez nem direkt ilyen twig is? Hát azért nem kéne ott lenni, ott a bőrömnél, úgyhogy majd mindjárt... Így hezitálok és lamentálok magamban, hogy milyennek látod magad, valahogy azt sem tudom eldönteni, hogy nézed magad a tükörben, és közben beszélgetsz velem, hogy elégedett vagy, hogy általában elégedett vagy-e? Általában elégedett vagyok, igen. Szépnek látod magad? Igen, de ez... erről nem teltek, tehát, hogy... Ja, nem, de... Nagyon szerencsés vagyok, igen, nagyon szerencsés vagyok, hogy szeret a kamera, hogy úgy verődik vissza a fény az arcomról, ahogy. Ezt igyekszem karban tartani és rendben tartani, hogy minél tovább tudjam csinálni a szakmámat, amit imádok, mind a két oldalon egyébként. De közben mégsem tűnik ilyen nagyon, nagyon fontosnak, szóval nem érzem azt, hogy ez a szép, a nagyon szép nőknél, ezt mindig lehet érezni, hogy ez iszonyatosan fontos, hogy ez így maradjon, vagy hogy ez van, mert hogy erre azért lehet építeni egy csomó mindent. És valahogy nálad így ezt se érzem, olyan kicsit nagyvonalúan rálegyintesz, és nem tudom, hogy ez igazából neked mit jelent, hogy mennyit foglalkozol magaddal, hogy mennyit nézed a tükörbe magad, hogy jársz-e kozmetikushoz, hogy mennyit töltesz este azzal, hogy szép legyen a bőröd. Én azt hiszem, hogy a legminimális, mármint hogy nem viszem túlzásba, inkább úgy mondom. Tehát, hogy amikről beszéltem az elején, hogy oda kell figyelni, hogy rendben tartsd a bőrödet, de szerintem ráadásul annyit sminkeltek az évek során, meg sminkelem magam színházba, meg fotózásba. De csak színházba? Meg csak fotózásra? Tehát mondjuk így munkán kívül mész? Ez a szemöldök. Szofér, hogy mész suliba? Mutatom. Ja, hogy ezek vannak? És maximum egy szempilla. De ez van, ez mindig van? Tehát ennélkül ez mindig nem van, ki? Igen. És otthon például? Ez azért is van egyébként, mert szerintem egészségesebb, hogyha valamivel takarjuk, fedjük a bőrünket a kinti levegőtől, úgyhogy... De otthon? De reggel is már fölteszem, reggel fél hétkor, amikor megyünk suliba. És mondjuk a pandémia alatt, amikor otthon voltatok? Nem, otthon nem. Otthon nem? Kémek, nem. Tehát, hogy semmi? Nem. Kiöltözöl, amikor elmész otthonról? Vagy ilyen csinosban mész el? Vagy előfordul, hogy elmész otthonról reggel, nem tudom, pizsomába, egy ágba, vagy melegítőbe? Előfordul, hogy reggel úgy viszem Sofit suliba, igen, hogy melegítőbe, nagy kabátba és ágba, igen. Azt élvezem egyébként. Vagy akár még pizsomában is, igen. Most lesz a premiéretek majd. Igen. Ezen jobban izgulsz, mint amikor olyan premiér van, ahol színészként állsz ki? Mert azért másfajta izgalom. Mert azért nyilván itt azért annyira sok minden mentén meg lehet ítélni, meg lehet ítélkezni, meg lehet mondani, meg szóval hogy ez, azért az egy... Így gondolkodtam, amikor jöttél, hogy ez egy rohadt nagy stressz lehet. Most nagyon érdekeset fogok neked mondani, hogy azt a fajta feszültséget, izgalmat, nem feltétlenül jó izgalmat, amit mondjuk a táncos műsor alatt, az élő műsorokban éreztem, azt a fajta nyomást, hogy meg kell felelnem, meg nem tudom, azt egy másodpercig soha nem érzem, amikor rendezek. Semmi fajta, sőt, egy méterrel a föld fölött lebegek gyakorlatilag, onnantól kezdve, hogy elkezdődik az előkészítése egy filmnek, onnan addig, amíg dobozba nem kerül. Itt nincsen semmilyen stressz. Annyira... Mint a szövetségi kapitánynak, hogyha rosszul szerepel a válogatott, akkor azért csak a szövetségi kapitány az, akit a kérdőre vonnak. És itt azért, most te vagy a szövetségi Igen. kapitány ebben a válogatottban. Ez nagyon érdekes. Nagyon érdekes. Egyszerűen
Azt igazolta vissza ez az elmúlt két film, amit csináltam, hogy nagyon élesen tudok jó döntéseket hozni rövid idő alatt. Ez egy filmben ez nagyon fontos, mert az idő az mind nagyon kevés. Ráadásul ez most egy gyerekfilm volt, amikor is a gyerekekkel összesen naponta 6 órát tudtunk forgatni. Úgyhogy elég nagy logisztikát is igényelt. Egy filmezésben az egyik legfontosabb rész az az előkészítés. Arra mondjuk gyakorlatilag van jó sok hónapod, jó esetben mondjuk egy fél éved, vagy még több. És ott az egész másfél-két hónapot, ami majd a filmkészítés lesz, azt percről percre, szinte másodpercről másodpercre meg kell tervezni, hogy minél kevesebb, mert egy forgatáson mindig adódnak váratlan események, ez elkerülhetetlen, de hogy ezekből minél kevesebb legyen. Vagy már eleve fölvázolni a stábban egy B-verziót arra, hogyha hát ugye van az időjárás, valakinek eltörik a lába, nálunk például ilyen volt, az felborítja az egészet, mert a végére kerül, akkor az a jelenet, addigra már meggyógyul a lába, de közben nem tudom ki, az majd nem ér rá, akkor akivel a jelenetnek kéne lennie. Szóval, hogy de én ezekben a helyzetekben elég jól működök. Nyilván ez egy csapatmunka, tehát hogy elém teszik a helyzetet, hogy most ez van, ezek a megoldások lehetnek, és akkor én azt mondom, hogy akkor menjünk ebbe az irányba, de amikor azt mondom, hogy menjünk abba az irányba, akkor én határozottan tudom, hogy az a jó irány. És gyakorlatilag mindig be is igazolódott, hogy az a jó irány, és én nem tudom, hogy ez valószínűleg nyilván, mert annyira együtt lüktetek az egésszel, és annyira csak ez van ilyenkor a fejemben, amikor filmet rendezek, hogy meg a megérzéseim nagyon erősek, sokszor szembe mentem egy csomó emberrel, hogy de nem, én így szeretném. Nem éreztem soha, még az első filmemnél sem, hogy csak azért, mert nő vagyok, a férfi stábtagok nem úgy kezeltek volna. Azt kell mondjam, sőt, én az egész karrieremet színésznőként is már egészen talán az első filmtől kezdve engem mindig is nagyon tehát maga a stáb, hogy hogyan áll ez az egész össze, hogy a világosítók, hogy a kameránál lévők, a hangosztály, a tök mindegy, szerettem velük beszélgetni, hogy szívjam magamba, mert egyszerűen érdekelt, és engem nem a színészek mellett lehetett megtalálni általában, amikor szünet volt, hanem valamelyik stábtag mellett, hogy... És hát nyilván ugye Magyarországon én nagyon-nagyon sok filmet forgattam, tehát hogy mindig egy olyan stábba csöppenek, ahol nagyon sok mindenkit már ismerek eleve. Egy ilyen kis családdá verbúválódik össze erre a másfél-két hónapra, hiszen sokkal többet vagy velük, mint bárki mással akkor az életedben. Én nagyon, tényleg nagyon szerencsés vagyok, és minden nap hálát adok a sorsnak, hogy én ezt csinálhatom. És ezt szeretném valahogy a Sophie-nak is majd kívánni az életben, hogy találjon valami olyan hivatást, ami szerelem lesz, és egy pillanatig sem érzi azt, hogy ő dolgozik. Mert szerintem ennél nagyobb ajándékot nem kaphatsz az élettől. Hát és ez egy nagyon, most visszatérve arra, amiről erről beszéltünk, ez egy nagyon kortalan dolog. Sokkal kortalanabb, mint bármi más. Igen, igen. Szóval visszatérve erre, nem izgulok. Egy nagyon-nagyon-nagyon jó könyvből kellett készülnünk, ami nagyon jól meg volt írva, ez az egész filmezésnek az alapja. Mm. Nyilván jó könyvből még lehet rossz filmet csinálni, míg rossz könyvből soha nem lesz jó film. De nagyon jók a színészek, akiket kiválasztottam, fantasztikus. Lelkesedés volt az egész csapatban. Ugye Csabot Adél, aki nem ismerős, vagy neki nem volt ismerős ez a terület, hogy filmet forgat, így ugrotta meg ezt az egészet. Nyilván egy hasonló karaktert kerestem, egy nagyon tiszta, üde, bájos valakit kerestem, mert hogy ez egy mese, mesefigurákkal, nem pedig élő emberek, akik ilyenek is, meg olyanok is, hanem egy mesefigura az mindig be kell határolni, hogy ő ilyen, akkor van a gonosz mostoha, aki ugye a Pálmai Anna, igen. Tehát hogy ez egy színésznek egyébként valószínűleg egy kicsit nagyobb kihívás, és ugyanakkor meg hát láttam, hogy mennyire topzódnak benne.
Anna is imádta ezt a szerepet. Tehát, hogy ez őneki egy ilyen, mindenki szeretne egyszer legalább a karrierje során eljátszani egy nagyon gonosz valakit. Ráadásul ez egy zenés film, van benne 5 szám. Rakoncai Viktor írta a dalokat is, és a zenéjét is, a filmnek a szkórját is ő csinálta. Szerintem nagyon-nagyon-nagyon szép lett az egész. Olyan lett, amilyet akartál? Megnézted, és tudod, és az lett? Az. Igen? Az lett, igen. Az lett, és nagyon-nagyon várom, hogy... December 9-én megy, vagy akkor kezdjük vetíteni a mozikban, és mindenki el van ájulva a látvány világától, hogy mennyire gazdag, mennyire szép, hát a jelmezek is. Várdos Ibolya csinálta, aki egyébként a Kincsemnek is. Egyébként ők is, Valc Gábor volt a díszlet, ők is mint a gyerekek olyanok voltak, mert egy elképzelt múltban játszódik a történet, tehát hogy teljesen el lehetett ereszteni a fantáziát. Jó, de azért ez mindenkinek egy jutalomjáték egy ilyen, tehát azért ez a maga a műfaj is olyan, ami... És úgy is viszonyult hozzá mindenki. Egyrészt hálásan, másrészt mondom, mindent adjunk bele. Nyilván a filmesek mindig ilyenek, de miután nem egy valóságos kort kellett leképezni, ezért így bum, mindenkinek elszaladt a fantáziája. Amit a beszélgetünk most így az utolsó 10 percben, amióta a filmről beszélsz, azóta vagy így solygós, meg lelkes, meg most így látom, hogy nagyon szeretsz itt lenni. Na jó, most látszik. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, illetve kommenteljetek, hogyha van bármilyen hozzáfűzni valótok, de a legfontosabb az, hogy iratkozzatok fel.